Megnézem, mit kaptunk az Endrétől, az új katonafigurát. Remélem, hogy jó állapotba jött. És akkor megszerveztem, azt már holnap nyomtatom. Jó. Igen, ennek kell lenni a csípős paprikának. Jaj, de... Hú, de kész még egy falatot? Nem. Egy meleg. Katonáknak a bokája nagyon vékony. Hát majd beszélünk az Endrével, de úgyis várok tőle új figurát. Azt mondjad neki, hogy a következő eresztést ezt legyen szíves, vastagítsa meg, férfiasítsa meg egy picit a lábát a igen, igen, nagyon. Katonának, mert ez ilyen balett mozdulatos történet, nekem nem annyira. Majd mindjárt megérkezik, amit küldött a hadikhuszár, ha minden igaz, elkészült. Szervusz, Endre! Megjött a hadikhuszár, teljesen jól néz ki egyelőre. Majd fölviszem a gépre, azt holnap nyomtatok próbanyomatot. Egy problémánk van, hogy a Hajnika mondja, hogy a rohamozó huszárnak vékony a bokája. Azt, hogyha tudnál, hogyha tudsz azon vastagítani egy picikét, és akkor úgy csináljuk. Most ki van egy pár darab nyomtatva, azt most festjük, de hát terepasztalon el fog férni így is. Úgyhogy addig is köszönöm. Én köszönöm, szevasz, jó éjszakát, ciao. Azt mondtad, hogy a talpakat akkor ne fessem ki? Persze, nem kell azt. De ami a levegőben van, azt azért jó lenne. Így van. Ezzel el a... Feri barátom behozott egy újságot, amiben szerepelünk. Na. A Gyulai Hírlap. Ja, mert voltatok a megnyit. A Honvéd Menház maketről írnak egy cikket, és itt elég hosszasan írnak róla, és szerepelek én is benne. A Menház makettel. Híresség lettél. Úgyhogy híresek vagyunk. Na jó, akkor én ezt a színt, ezt ahogy kikevertem, azt most végig viszem. Végszülő. Köszi. Most köszi. Viszont az ecset, az a legvékonyabb ecsetem, tudod, az, ami nagyon fontos. Igen. Majd a zsinórozásnál. Hú, hát ez nagyon meg van. Össze van teljesen állva, úgyhogy rendelni, rendelni kell. Nincs van mese. Szerda, péntekre itt is van. Mindegy, addig én ezzel nem fogok már festeni. Jó, hát a filmet azt akkor majd megcsináljuk a hétvégén. Most ezeket a durvákat le tudom ezekkel, az ecseteket festeni, viszont azt megvárom, az új ecsetet. Te, Paci, te rossz helyen vagy itt. Parkoljál. Meg fogytál a fekete festéken majd. Fekete-fekete, hát azt ki kell menni a műhelybe. Jó, hát nem most, mert most kéket festek, de majd ha a feketére kerül sor, már nagyon kevés van benne. Hajnal, akkor tudod, hogy hiába küldte az Endre a 3D-s hadikot. Mi? Hát tudod, hogy meghalt a gépem. Jaj, a számító. Az péntek megy szerencsétlen, úgyhogy most nem tudok avval foglalkozni, mindegy, megnézzük, hogy műhelyben mit tudok csinálni. Hát, jó lenne. Mit is csináljak? Hoho, Hajnika fog örülni. Kap megint egy-két figurát. Thank you.
Na, reméljük, hogy ez így kész lesz, még a füstöt megigazítjuk. Na, és akkor nézhetik holnap.